Sziasztok, Attila Csipi vagyok, ez itt a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása, ide kapcsolódik még a Liget védő büntető tárgyalása. Ez most nem a Közvetlen Demokrácia Szövetség Facebook oldala, hanem az én Facebook oldalom, most innen jelentkezek be. Ha dolgoztok, nagyon jó munkát kívánok nektek, ha pihentek, akkor kellemes pihenést kívánok nektek. Remélem mindenkinek jó telt a húsvét, kipihentétek magatokat, kilocsolkodtátok magatokat, meglocsoltátok ugye a lányokat, Ferencet is üdvözlöm, Györkös Attilát is üdvözlöm sok szeretettel. Tehát mindenkit üdvözlök sok szeretettel, Csongorkát is üdvözlöm, szia Csongika, neked is nagyon szép napot kívánok. De hát remélem, hogy jó telt nektek a húsvét, remélem, hogy kipihentétek magatokat, túráztatok, nagyokat ettetek, ittatok, szia Csongi. Aztán most ugye elkezdtük megint újra a munkát, elkezdtünk megint újra dolgozni, kicsit lehűlt most az idő, kicsit jön ez a, hogy is mondják, ez a változékony ugye időjárás, ez a globális felmelegedés, megviseli a szervezetet, de hát akinek fáj a feje, van migrénes fejfájása, vagy ugye érzékeny az időjárásra, sajnos kifog az idő. Ottót is üdvözlöm sok szeretettel. Szia Ottó, neked is nagyon szép napot kívánok. Szóval továbbra is nézzetek minket, továbbra is csatlakozzatok hozzánk. Nagy a tét, ti is tudjátok, jönnek az EP választás. Szia, hogy vagy? Köszönöm szépen Ottó, nagyon jól vagyok, remélem, hogy te is. Remélem mindenkinek jó telt a húsvéti ünnep, kipihentétek magatokat, kibulisztátok magatokat. Nagyokat ettetek, ittatok, és mindent lányt meglocsoltatok. Mi továbbra is fogunk jelentkezni, Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása továbbra is jelentkezik. Ide tartozik még, tudjátok, a ligetvédők büntető tárgyalása részletek szintén a Facebookon. Ezt mind megtaláljátok. Jön az EP választás, ti is tudjátok, hogy most nagy a tét. Mindenkinek el kell gondolkodni, kire fog szavazni, mire fog szavazni, de hát ellenzéki listára fog szavazni, vagy Orbánékra fog szavazni. Én minden esetre már eldöntöttem, hogy elvetem ugye a gyűlöletkeltő kampányokat, elvetem Orbánékat, és természetesen az ellenzéki politikusokat támogatom a európai szavazáson, az uniós szavazáson. Nagyon fontos ez, hogy elmenjél május 26-án szavazni, hisz nem csak Európa a tét, de az is a tét, hogy kik fognak minket képviselni az Európa Unióból. Milyen politikusok kerülnek be, milyen pártok kerülnek be, de bekerül a gyűlölet, bekerül a közömbösség, bekerül a korrupció, vagy bekerül a becsületesség, a tisztesség, és olyan politikusokat szavazol be az Európa Unióba, olyan politikusokat támogatsz, akik nem csak önmagukat képviselik, hanem egész Európát. Tehát ez a tét, nagyon nagy a tét. Én nem győzöm hangsúlyozni nektek, hogy tényleg menjetek el. Nagyon sok ember nem megy el szavazni. Nagyon sok ember megunta a politikát, ráunt a politikára. Nagyon sok ember elpásult a politikába, a közéletbe. Annyira el vannak havazva az emberek a problémáik miatt, a gondjaik miatt, hogy már nem figyelnek oda nagyon sokszor az emberek, hogy milyen embereket, milyen politikusokat támogassunk. Nem figyelnek oda a politikára. De oda kell figyelni, tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz, amikor az ember dolgozik, amikor az ember robotol, amikor az embernek foglalkozni kell a családjával, a civil életével, a problémákkal, mert ugye a problémák azok mindig jönnek, és mindig vannak. Kertész Istvánt is üdvözlöm sok szeretettel. Mindenkit üdvözlök sok szeretettel, aki most kapcsolódott be. De tudom, hogy nehéz figyelni ezekre a dolgokra. Mégis arra kérlek benneteket, hogy menjetek el május 26-án szavazni. Nagyon fontos.
tényleg mindenki döntse el, hogy ki támogat, melyik pártot támogat. Ugye nézzétek meg, hogy melyik párt mit kínál, melyik párt mit tett le. Nézzétek meg az ellenzéket, nézzétek meg ugye Orbánékat, és hasonlítsátok össze őket. És ez alapján döntsetek, de én mindenki, tényleg mindenkinek a lelki ismeretére bízom. Mivel demokrácia van, demokratikus országban élünk elvileg, de mindenkinek saját joga eldönteni, hogy ki lesz az. De ne szavazzál a gyűlöletre, ne szavazzál a korrupcióra, ne szavazzál az embertelenségre, és ne szavazzál a bizonyosségre. És ne szavazzál arra, hogy Európa ellenesek legyen. Tehát én mindenkit ezt kérem. Aztán a többit már a saját lelkiismeretekkel bízom, mindenkinek a lelkiismeretére, mert ez nagyon fontos, hogy odafigyeljen a politikára, nagyon fontos, hogy odafigyeljen a közéletre, és nagyon fontos, hogy odafigyeljen, hogy mi folyik ma itt Magyarországon. De mindig azt mondom az embereknek, barátaimnak, kollégáimnak, civil ismerőseimnek, családomnak, hogy mindig figyeljetek önmagatokra, mindig nyissátok ki a szemeteket, hogy hogy is élünk itt Magyarországon. Miképpen élünk itt Magyarországon? Jó élünk-e Magyarországon? Tényleg valóban jobban élünk, mint 4 éve vagy 8 éve? Tényleg valóban nincsenek problémák sehol, nincsenek gondok? Tényleg mindenki vidám, mindenki boldog? Mindenkinek nagyon jó fizetése van, mindenkinek nagyon jó élete. Az embereknek van lakása, otthon, nincsenek eladósodva. De hát ezekre figyelni kell. És ezekre gondolni kell, és igenis oda kell figyelni. A közéletre, a politikára. Nem minden, hogy kik képviselnek minket, akár az Európai Parlamentben, akár itt, akár itt a magyar kormányban, és akár a főpolgármesteri választáson, ugye a budapesti választáson, főpolgármesteri választáson, és szintén most lesz. Ott is nagy a tét, hogy ki lesz Budapest főpolgármestere, kinek szavazunk bizalmat. De ki fogja tovább vinni Budapestet, ki virágoztatja fel Budapestet, de jó lesz-e a budapesti embereknek, vagy még rosszabb lesz. Nagy a tét, és össze kell most nagyon fogni az ellenzéki pártoknak, a civil szervezeteknek, a mozgalmaknak, és minden ellenzéki aktivistáknak, ha jobb, szebb, biztonságosan Magyarországot akar. Ne higgyük el a hazugságot. Ne higgyük el, hogy a gyűlölet, a antiszemitizmus, a rasszizmus az jóra vezet. Nem vezet sohasem jóra. Gyűlölet gyűlöletet szül, harag-haragot szül, és tovább fokozódik ez az egész. De én bízom benne most már, azért látom, hogy nagyon sok ember kinyitja a szemét. Tehát látom az aktivistákban, látom az ellenzékben, látom az emberekben, mozgalmakban, civil szervezetekben. Látom, hogy kinyitják az emberek a szemüket, és úgy döntenek, hogy az jó legyen. Ne csak a saját életében, ne csak a saját családjában, hanem a többi emberre is gondol az a másik ember, és úgy hozza meg a döntését. Úgyhogy én bízom bennetek, és tényleg erre figyeljetek. Ja, Otto. Ja, igen, már mondtam, szia, Otto, jól vagyok, remélem te is jól vagy. Neked is nagyon szép napot kívánok. Mindenkinek szép napot kívánok, aki is kapcsolódik be. Problémák mindig vannak, nem teljes az életünk természetesen. Sokszor nehéz ugye szembesülni a problémákkal, a bajokkal, de ezek nagyon fontosak. De a hazánk, Magyarország jövője,
a jövő generáció jövője, a családunk, barátaink, szeretteink, mindig fontosabb, hogy nekik is jó jövőjük legyen. Ugye én erre biztatlak benneteket, továbbra is kövessetek a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalmat, csatlakozzatok hozzánk, a Facebookon tudtok csatlakozni a csoporthoz, ugye kövessetek minket, kövessetek engem természetesen, ligetvédők büntető tárgyaláson, már is 20, büntető tárgyalások már is 10, és az EP választás lesz május 26-án, mert én is megkeveredek teljesen, tehát várunk a ligetvédők tárgyaláson, és várunk május 26-án az EP választáson, legyetek ott, minden szavazat számít, minden embernek számít a szavazata. Remélem, hogy most több ember jön el szavazni, és mindenki látja, hogy mi a tét ma, de hát Orbán vagy Európa. Ez a tét. És azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Nem kell nagy szavakat mondanom, nem kell monológokat mondanom, úgy gondolom, nem kell órákat beszélnem, gondolom, hogy miért is mondom ezt, és mi a hiba, és mi a rossz a mostani kormányban. Ezt nektek is észre kell venni, és nektek is tudatosítanotok kell. De nem vagyok fideszes, gondolkodó. Sziasztok, további szép napot, további is kövessetek minket, és nézzetek minket. Jó éjszakát, szép napot!